Balesetet okozott Kecskemét belvárosában hétfő délelőtt a 3-as autóbusz. A Benicki Ferenc utcában a jármű nekiment egy személyautónak, melynek következményeképpen két utas is megsérült. Az egyik sérült egy idősebb hölgy volt, aki beszámolt stábunknak arról, hogy a Csokor utcában szállt fel az elmondása szerint nagyon régi buszra. A jármű szerinte már az elindulást követően nagyon furcsa, csörgő-zörgő hangokat adott ki. Egy hölgy volt a sofőr, és nagyon rossz hangja volt a busznak, ment, és akkor ott a postánál fékezni akart, és belement egy másik autóba. Belement egy autóba, mivel a fék nem fogott, és rengetegen elestünk a buszon, én elestem, a karomra estem, a fejemet ütöttem meg. A balesetet követően az utasok leszaladtak a buszról, majd nem sokkal később a helyszínre kiérkezett a rendőrség és a mentősök is. A sérült hölgyet kórházba szállították, ahol megröngenezték, majd egészen a válláig begipszelték a karját. Az ütközés következtében a szemüvege és a telefonja is eltört. A hölgy elmesélte mindennapi tapasztalatait a buszozás terén. Én igazából nagyon-nagyon sokat buszozom, és legtöbbször a sofőrök is nem úgy vezetnek, telefonoznak, és még ráadásul, még amit szeretnék hozzátenni, még az a szerencs, hogy az 5 éves kisunokám nem volt velem, mert sűrűn buszozunk együtt, meg a másik dolog az, hogy igazából azóta is egy kicsit ilyen sokkos állapotban vagyok. A sérült hölgy lánya elmondása szerint a buszsofőr nem tartotta be a követési távolságot, valamint véleménye szerint nem viselkedett felelősség teljesen, mivel már a baleset előtt is érzékelhette, hogy a busz nem jó, de ennek ellenére elindult vele és kockáztatta mások testi épségét. A DAG ZRT megkeresésünkre még nem reagált.